hagyományos iparágakat is veszélybe sodornak Európában a brutálisan növekvő energiaárak. A Velencei Lagúnában található Muránóban a túlélésért küzdenek az üvegművesek. A Velence melletti kis szigeten ezer éve gyártanak finomított üveget, azonban a költségeket jelentősen megemelte az, hogy az üvegfúvó kemencék fűtéséhez szükséges földgázára kezelhetetlen mértékben emelkedett az utóbbi időszakban. Jelenleg a földgáz a kemencék üzemeltetésének legmagasabb költségtétele. 400 kal emelkedtek a gázárak tavaly őszóta. Most úgy látom, néhány hónapon keresztül még képesek leszünk kitartani, de ennél hosszabb ideig mi sem bírjuk, mondja egy üvegfúvó. A 60 muránói kemencének a nap 24 órájában bekapcsolva kell maradnia. A tavaly október elsőjei köbméterenkénti 23 centes gázár viszont azóta közel 2 euróra nőtt. Több kemencét már kénytelenek voltak leállítani, de nagyon magas az újraindításuk költsége, így előfordulhat, hogy néhányat soha nem fognak többé használni. A mesterek attól félnek, hogy az energiaárak további emelkedése ősi szakmájuk kihalását jelenti.